Óriási lángok csaptak ki ennek a 9. kerületi lakásnak az ablakain január 1-én. A hatalmas füst mindent elborított. Öten még időben ki tudtak menekülni a házból, de a tűzben egy ember életét vesztette. Néhány nappal később szintén halálos lakástűz volt Budapesten. Egy társasház 5. emeleti lakásában csaptak fel a lángok, összesen 10 négyzetméteren pusztított a tűz. A szekrénysor és egy hűtőszekrény is égett. A tűzoltók egy középkorú nőt kivittek az égő lakásból, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Alig kezdődött el az új év, már is számos lakástűzhöz riasztották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereit. A fővárosban tavaly is rengeteg ház és lakás vált a lángok martalékává, összesen csaknem 800 lakástűz keletkezett, 184-jel több, mint 2022-ben. 10 ember vesztette életét, és 88-an sérültek meg. A statisztikák szerint leggyakrabban még mindig a tűzhelyen vagy a sütőben felejtett ételek okoznak tüzet, de a kályhából, kandallókból kipattanó szikrák miatt is sok épület gyullad ki. A harmadik nagy kategória az elektromos problémából eredő tüzek kategóriája. Itt is a legfontosabb a megelőzés. Soha nem szabad egyedül hagyni nagy fogyasztókat, tehát a házi mozirendszer nem elég stand-by állapotba kikapcsolni, hanem ki is kell kapcsolni. Legjobb, ha az ember a villásdugót kihúzza a falból, vagy a mosógépeket, ami vizes környezetben működik, az sem elég kikapcsolni, ki kell húzni mindig a villásdugót a falból, de ugyanúgy beszélhetünk a töltőkről, amiket ott hagynak az emberek, ezek egy idő után valamilyen probléma miatt fölrobbannak, tüzet okozhatnak. Az elhanyagolt kémények is gondot jelenthetnek, nem csak kéménytüzeket idézhetnek elő, de szénmonoxid visszaáramlást is. Egy szénmonoxid szivárgás miatt, szénmonoxid visszaáramlás miatt sajnos egy fiatalember életét a helyszín már nem lehetett megmenteni. Ott egy nyílt égésterű kazán működött, és a tulajdonos gondolkozott azon, hogy felszereljen a szénmonoxid érzékelő berendezést, vagy ne szereljen. Végül ezt nem tette meg, így a gyilkos gáz észrevétlenül halmozódhatott fel a lakásban. Bár egyre több helyen szerelnek fel szénmonoxid diasztót, füstérzékelő csupán a háztartások töredékében van. A 790 riasztásból, amikor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói lakástűzhez kaptak riasztást, csak sajnos 14 esetben volt a lakásban felszerelve füstérzékelő berendezés. Ez egy óriási lépés, amelyet meg kell tenni, nem szabad elhanyagolni, nem szabad nem ráadozni azt a pár ezer forintot, amely a biztonságot okozza, vagy biztonságot adja ezeknél az eszközöknél, hiszen ez álmunkból is fölriaszt bennünket. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, fontos, hogy a társasházakban élők ne zárják le a közlekedési és menekülő útvonalakat, mert az vészhelyzetben lassítja a mentést.